Gigaprofitot ért el a Gazprom a növekvő gázárak miatt, az uniós szankciók fordított hatást értek el, az orosz gazdaság erősebbé vált. Annyira drága lett az áram, hogy hajnalra tették át a munkavégzést több olasz gyárban, akkor még nincs olyan meleg és nem kell a klíma. Nincs nyugalom a déli határon, a migránsok mintha soha nem adnák fel, minden nap be akarnak jutni az országba, sokszor erőszakosan. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Viola vagyok. Egyre inkább úgy tűnik, hogy sem a lakosságnak, sem az iparnak nem kell számítani a nehézségekre a gázellátásban, jelentette ki az M1-nek nyilatkozó szakértő. Gőzerővel halad a tárolók feltöltése, és a hosszú távú szerződések is biztonságérzetre adnak okot. Szijjártó Péter az ATV.hu-nak nyilatkozva kijelentette, nem foglalkozik a negatív sajtóvisszhangokkal, csak arra a feladatra koncentrál, hogy a magyar emberek ne maradjanak fűtés nélkül. Közben kiderült, hogy a brüsszeli szankciók öngóllal értek fel. A Gazprom ugyanis rekordnyereséget ért el, miközben Európa szenved a magas gázáraktól és a hiánytól. Robbanásveszélyes légkör, több ilyen tábla is erre hívja fel a figyelmet az ország legnagyobb gáztárolójában. De a holland gázbörzére is ki lehetne tenni a figyelmeztetést, hiszen az energiahordozó ára egyik nap fenn az egekben, a másik nap meg alászökik. A múlt héten a 340 eurót is meghaladta megawattóránként a gázára, ma éppen 100 euróval kevesebbe kerül. Igaz, még ez is nagyon magas árnak számít, figyelembe véve, hogy egy éve ennek töredékét kérték érte. Minden esetre ez az bizonyítja, hogy teljes a bizonytalanság a piacon. Csak egy valami biztos, hogy az orosz gázóriás, és így az orosz állam is hatalmas hasznot könyvelhetett el azért, mert megugrottak a földgáz árak. Az első fél év végén 2500 milliárd rubelt, mai árfolyamon 16.660 milliárd forintot mutatott ki profitként a Gazprom, amelynek csaknem 50%-ban az orosz állam a tulajdonosa. Szakértők szerint a hihetetlen magas nyereséget úgy érte el a vállalat, hogy a nyugati szankciók miatt a bővülő ázsiai piacokon adta el a földgázt. Tehát a brüsszeli szankciók visszájára sültek el, Oroszország nyert rajta, Európa pedig szenved. Magyarország megfelelő tárolói készlettel és a hazai földgáz igényeket biztosító hosszú távú szerződésekkel készült fel a téli időszaki ellátásra. Erről a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke beszélt a Portfóliónak adott interjújában. Horváth Péter János elmondta, Magyarországon kiemelkedően magas földgáztárolói kapacitások állnak rendelkezésre, míg az EU tagállamok földgáztárolói átlagosan az éves gázfelhasználás 27%-át képesek tárolni, addig hazánk az éves hazai összfogyasztás 58%-át tudja tárolókban elhelyezni. A hazai tárolók már több mint 60%-os töltöttségűek, és továbbra is folyamatosan zajlik a betárolás. Az elnök kifejtette, hogy Európa számára nincs elegendő mennyiségű, nem orosz eredetű, azonnal bevonható földgázforrás, ezért az azonnali és teljes függetlenedés nem reális cél. Elhelyezkedéséből adódóan Magyarországra különösen igaz ez. Számunkra rövid és középtávon nincs reális alternatívája az orosz eredetű energiahordozónak. Megjegyezte, hogy a gázkrízis enyhítésének egyik eszköze a németek kezében van, hiszen az északi áramlat 2 vezeték műszaki átadása tavaly megtörtént, és technikailag alkalmas arra, hogy az északi áramlat 1-gyel megegyező kapacitású gázt hozzon az Európai Unió területére. Nevezhetnek a Gazprom bármilyenek, ha ez az ára, hogy az emberek fűtsenek. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozta az ATV.hu-nak. Szijjártó Péter azt mondta, nagyon fontos, hogy legyen Magyarországon annyi földgáz, hogy abból mindenki korlátozásmentesen tudjon fogyasztani. Ez az én feladatom, ehhez kell beszereznem a készleteket, ezen dolgozom gőzerővel, most már jó néhány hónapja, hangsúlyozta a miniszter. Úgy tűnik, hogy sem a lakosság, sem az ipar esetében ellátási problémákra nem kell számítani. Ezt az energiapolitikai szakértő mondta az M1-en. Hortai Olivér hangsúlyozta, hogy a lakosságot, akármekkorára emelkedik is a gázára, védi a rezsicsökkentés.
Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével megtartották az őszi politikai időszak első kormányülését a Karmelita Kolostorban. A miniszterek egyebek mellett áttekintették az energiaveszélyhelyzeti, valamint az aszályveszélyhelyzeti operatív törzs eddigi munkáját, majd az aktuális költségvetési és gazdasági kérdésekről tárgyaltak. Megállapították, a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt egész Európában energiaválság várható az ősszel. Magyarországon azonban a kormány eddigi intézkedéseinek köszönhetően nem lesz energiahiány, van és lesz gáz, áram és fűtőanyag. Az elszabadult energiaárakkal küzdenek Olaszországban. A vállalkozások egy része kényszerűségből olyan munkarendet vezetett be, hogy kevesebb áramot kelljen fogyasztaniuk. Van olyan munkahely, ahol hajnalra kell járni dolgozni, mert akkor még nincs annyira meleg és nincs szükség a levegő hűtésére. Szokatlanul kora reggeli órában kezdődik a műszak ebben az olasz kerámia gyárban. A nap sem kelt még fel, de a dolgozók már sorra érkeznek. Az élet megváltozott. Korábban otthon reggeliztünk, mert később kelhettünk fel, és volt erre idő. De most igyekszünk az utolsó pillanatban felébredni, így amint megérkezünk a munkahelyre, az első dolgunk, hogy igyunk egy kávét, mondta az egyik alkalmazott. Az első műszak korábban reggel 9-kor indult, ám a magas hőmérséklet miatt a gyárban folyamatosan mentek a nagy teljesítményű ventilátorok, hogy elviselhető maradjon a klíma. Mostanra azonban kénytelenek voltak idősávot váltani, mert az energiaárak az egekbe szöktek az elmúlt egy évben. A gáz és villanyárak folyamatos emelkedése miatt egyetlen korábbi műszakban sem tudtunk tovább dolgozni. Így kénytelenek voltunk idősávot váltani, ami sajnos a dolgozók mindennapi életét is érinti, erősítette meg a gyár kereskedelmi vezetője. Hozzátette, a munkaim már reggel 6-kor indul, mert a nap első óráiban alacsonyabb a hőmérséklet, így néhány órán át mellőzhető a ventilátorok használata. Emellett arra törekednek, hogy abban a napszakban használják az áramot, amikor olcsóbb. A kerámia kiégetéséhez használt sütők gázellátása pedig most felfoghatatlan mértékben drágult az előző évhez képest. 1000%-kal emelkedtek a számlák. Tavaly júliusban 70 ezer köbméter gázt fogyasztottunk el 18 ezer euró körüli áron, idén júliusban 60 ezer köbmétert, tehát 10 ezer köbméterrel kevesebbet, mivel valamivel alacsonyabb hőmérsékletre van szükségünk az új kollekcióhoz, de 127 ezer eurós számlát kaptunk, mondta. Olaszország 2021-ben az importált gáz 40%-át Oroszországtól kapta, idén az olasz kormány alternatív szállítókat keresett, és most 18% körülire csökkentette az orosz gáz részarányát. Egy norvég energetikai tanácsadó ügynökség adatai szerint az idei év első 7 hónapjában Európában 20%-kal esett vissza a vízenergia által termelt villamosenergia az előző év azonos időszakához képest, a nukleáris energia pedig 12%-kal csökkent. Olaszországban az aszály miatt az ország teljes villamosenergia termelésének 20%-át adó vízenergia 40%-kal kevesebb, mint az elmúlt 12 hónapban. Az olasz kormánynak idén eddig 52 milliárd eurót kellett költenie egy sor olyan intézkedésre, amellyel megvédheti a cégeket és a családokat a megugrott energiaköltségektől és az emelkedő fogyasztói áraktól. Az Európai Unió tette felelőssé a mostani energetikai válságért Giorgia Meloni. Az olasz testvérek elnöke azt mondta, az Unió ahelyett, hogy stratégiai lépésekről döntött volna az olyan jelentős kérdésekben, mint az energiapolitika, inkább arról hozott direktívákat, miként lehet rovarokat főzni. Giorgia Meloni Perugiában mondott kampánybeszédében kormányprogramot hirdetett és úgy fogalmazott, Olaszország azért került a jelenlegi energetikai válságba, mert évtizedeken át elhanyagolta a beszerzést. Rekord magas az infláció Spanyolországban, az energiaválság pedig ott is extrém spórolásra kényszeríti az államot és a lakosságot. A melegebb éghajlaton élő spanyoloknak azonban elsősorban nem a gáz, hanem az áram drágulása okoz gondot. Hosszú sorok kigyóztak a jegyautomaták előtt csütörtök reggel a madridi vasútállomáson. A reggeli órákban csak nem 100 000-en vették igénybe az új ingyenes utazást a spanyol fővárosban. Nagyon örülök, nagyszerű, hogy minden nap ingyen mehetek munkába, lelkendezett egy férfi. A regionális vonatjegyeknél letétet kérnek az emberektől, amelyet visszakapnak, ha legalább 16-szor utaznak. A távolsági vonalakon pedig 50%-kal olcsóbban adja a havi bérletet a spanyol vasúttársaság.
De nem csak a vonatokon, hanem minden tömegközlekedési eszközön kedvezményesen utazhatnak a spanyolok az év végéig. Régen autóval jártam, de az az üzemanyagárak emelkedésével túl drágává vált, mondta egy madridi nő, hozzátéve, hogy az ingyenes vonatjeggyel több mint 40 ezer forintnak megfelelő összeget spórol meg. Már a kedvezmények bevezetésének első napján is az ilyenkor szokásos utasszám másfélszereséről számolt be a spanyol közlekedési minisztérium. A nagy érdeklődés nem véletlen, a dél-európai országban ugyanis nem csak az üzemanyagok ára ugrott meg az elmúlt hónapokban, hanem szinte minden terméké. Az infláció mértéke rekordmagas, mostanra meghaladta a 10%-ot, így mindenki igyekszik ott spórolni, ahol tud. A drágulás leginkább az energiaszektort érinti, a spanyol kormányfő ezért csütörtökön bejelentette, hogy októbertől az év végéig negyedére csökkentenék a gáz általános forgalmi adóját. A javaslat szerint 21%-ról 5%-ra csökkentenénk a gáz áfáját, ez is része az energiaválság miatt alkalmazott gazdaságpolitikánknak. A szelektív adócsökkentés a dolgozó középosztály javát szolgálja, egyúttal jelentős részt vállal az ukrajnai háború miatt kialakult költségekből és terhekből, fogalmazott Pedro Sánchez. A melegebb klímán élő spanyoloknak azonban elsősorban nem a gáz, hanem az áram drágulása okoz gondot, amelyből a családok többet fogyasztanak. A hónapok óta tartó aszály miatt olyan kevés víz maradt a tározókban, hogyha áram előállításához használnák fel, veszélyeztetni a lakosság vízellátását. A vízenergiát pedig csak a jóval költségesebb gázerőművi árammal tudják kiváltani. A villamosenergia nagykereskedelmi ára egy hónap alatt csak nem 20%-kal nőtt. Augusztusra így történelmi csúcsot döntött, meghaladta a 120 ezer forintnak megfelelő összeget 1 megawattóránként. A rekordszámokra reagálva egy fogyasztói szövetség szerdán arra kérte a madridi kormányt, hogy védje meg a családokat azzal, hogy a magas jövedelmű háztartások kivételével mindenkit kiszolgáltatott fogyasztónak nyilvánít. Így különleges szociális bónuszt kaphatnának, vagyis kevesebb lenne az áramszámlájuk. A nyugat-balkáni országok európai integrációja hozzájárulna ahhoz, hogy fokozzuk az európai biztonságot. Ezt mondta Szijjártó Péter Belgrádban, ahol a Nyitott Balkán kezdeményezés csúcs találkozóján vett részt. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, az Ukrajnában dúló háború és az energiaválság az Európai Unió katasztrofális meggyengüléséhez vezet, ezért a bővítési politikának kell lennie az EU legfontosabb politikájának. Továbbra is a zaporizsiai atomerőműben tartózkodik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 5 képviselője, akiknek csütörtökön sikerült bejutniuk az orosz ellenőrzés alatt álló létesítménybe. A misszió többi tagját azonban már is elküldték, így már csak korlátozottan ellenőrizhetik az ottani történéseket. A megfigyelők arról számoltak be, hogy a harci cselekmények miatt sérülések érték az erőművet. A magasból leszakadt csőszigetelésen repeszek okozta lyukakat látni. Kissé odébb egy hatalmas krátertátong, csupán néhány méterre egy olajtárolótól. A kerítés mellett pedig egy fel nem robbant lövedék fúródott a földbe. A nemzetközi hírügynökségek mindezt a zaporizsiai atomerőmű udvarában filmezték le, ahova csütörtökön megérkezett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 14 tagja. A szakértői delegáció 5 órán át vizsgálódott Európa legnagyobb atomerőművében. Közülük csak 5-en maradhatnak még néhány napig, a többieknek azonban már is el kellett hagyniuk a létesítményt. El kellett ide jönnöm, mert aggódtam. Most is aggódom, és holnap is azt teszem majd, vagyis mindaddig, amíg nem lesz stabilabb, kiszámíthatóbb a helyzet. Nyilvánvaló, hogy a létesítmény többször is véletlenül vagy szándékosan megrongálták, de bárki bármit mond, ez nem történhet meg még egyszer, mondta Rafael Grossi, és hozzátette, reményei szerint hamarosan kiderül, lesz-e állandó képviselőjük az atomerőmű területén. Az erőmű környékén élő emberek ezt nagyon szeretnék, belefáradtak már a folyamatos rettegésbe. Az Atomenergia Ügynökség igazgatójának egy petíciót is átnyújtottak. Arra kérjük, állítsák le ezt az őrületet, ehhez 20.647 aláírás gyűjtöttünk össze, mondta egy férfi. A zaporizsiai üzemet a 6 hónapja tartó háború kezdete óta orosz erők foglalták el, de ukrán mérnökök vezették. Az ügynökség igazgatója azt mondta, az ukrán szakemberek jó vannak, bár már nagyon fáradtak. Az orosz és ukrán fél egymást okolja a folyamatos támadásokért, amelyek akkor is folytatódtak, amikor az ügynökség tagjai megérkeztek az erőműhöz, ahova végül mégis sikerült bejutniuk.
A március elejé harcok rövid tüzet okoztak a kiképző komplexumban, és az elmúlt napokban az erőmű rövid időre leállt a károsodás miatt, ami fokozta a sugárszivárgástól vagy a reaktor leállásától való félelmet. A hatóságok emiatt megkezdték a sugárzás elleni jódtabletták szétosztását a közelben élőknek. Nincs nyugalom a déli határon. Minden egyes nap százak, van, hogy ezren is megpróbálnak átjutni illegálisan a magyar oldalra. Közben a kerítés túloldalán Szerbiában is egyre rosszabb a helyzet. Sorra foglalják el a határmenti városok elhagyatott épületeit a migránsok, akik beköltöznek a környező erdőkbe, de még a köztereken is sátrakat állítanak fel. A helyiek félelmét pedig az is fokozza, hogy az afgán maffia tagjai is megjelentek a migránsok között. Jönnek-mennek a városban, a helyi gyors étkezdékben esznek, és taxival furikáznak egyik helyről a másikra, így élik mindennapjaikat a vajdasági Sid városában a migránsok. Az illegális bevándorlók gyakorlatilag ellepték a parkokat is, szinte már többen vannak, mint az ott élők. A helyzet egyre rosszabb, a helyiek szerint a migránsok elfoglalták a saját városukat, amely élhetetlenné vált. Mindenhova beköltöztek, üres romos épületekbe, az erdőkbe, de még a közterekre is. Ezek az emberek megállás nélkül próbálnak átjutni a határon, és ha nem sikerül, egyre feszültebbé válnak. Ezzel nem csak a saját, de az itt élők biztonságát is veszélyeztetik, mondta egy sidi fiatal. A migránsok azonban nem terveznek sokáig a városban maradni, céljuk, hogy eljussanak az Európai Unióba. Tovább megyek, mondjuk Németországba, Franciaországba vagy Belgiumba is szívesen mennék, még nem döntöttem el, merre induljak, de minél előbb el akarok jutni az Unióba, mondta egy afgán férfi. Az illegális bevándorlók között megjelentek olyanok is, akik az afgán maffia tagjai. Az illegálisan kialakított menekült táborokban egyre több konfliktusba keverednek, és az erőszaktól sem riadnak vissza a migráns bűnözők. Még saját társaik is félnek tőlük. Az afgán maffia is itt van, pénzt akarnak tőlünk, 4-5 ezer eurót azért, hogy segítsenek átjutni a határon. Ha nincs pénzünk, fenyegetnek, hogy megölnek minket. Kétszorítanak a torkunkhoz. A pénzt otthonról küldik nekünk, de nem eleget. Nagyon nehéz átjutni az Unióba, de újra és újra megpróbálom. Meséli egy pakisztáni férfi. A Magyarország déli határára nehezedő migrációs nyomás egyre nő. Az illegális bevándorlók a bejutási kísérletek során egyre agresszívabbá válnak, gyakran megtámadják a határt őrző katonákat és rendőröket is. Az Európa Tanácsnak a feladata az lenne, hogy az emberi jogok védelmét biztosítsa. A migrációs nyomás ellenére az Európai Tanács emberi jogi biztosa arra szólította fel a magyar hatóságokat, hogy ne toloncolják ki a migránsokat Szerbiába. Dunja Mijatović közleményében ezt azzal indokolta meg, hogy a magyar hatóságok nem vizsgálták meg, milyen kockázattal jár, ha a migránsokat visszaküldik Szerbiába. Magyarországot ugyanakkor köti számos nemzetközi jogi szerződés, illetve kötelezettség, többek között a Schengeni határnak a védelme is, vagy a Genfi egyezménynek a megfelelő alkalmazása. Ilyen értelemben pedig érdemes párhuzamba állítani az ukrán konfliktussal is, hiszen láthatjuk azt, hogy Magyarország követi a nemzetközi jogban foglalt kötelezettségeket, előírásokat, és azt szerint jár el. Halkó Petra kiemelte, politikai nyomásgyakorlás céljával adták ki ezt a bizonyos sajtóközleményt, annak azonban nincs jogi valóság alapja. A századvég elemzője hozzátette, Magyarország a jogi egyezményeket betartva jár el az illegális migránsokkal szemben. Migrációs válság van a földközi tengeren is. Naponta százával érkeznek Olaszországba az illegális bevándorlók, és teljes gőzzel működnek a civil szervezetek hajói is, akik a partra viszik a főként afrikai migránsokat. Eközben a szeptember 25-i olasz parlamenti választás kampányában központi téma lett a migráció megfékezése. A jobboldali pártok, akik az előrejelzések szerint megnyerhetik a választást, azt ígérik, győzelmük esetén megvédik Olaszország határait. Éjjel-nappal járőrözött az elmúlt napokban a földközi tengeren az Ocean Viking nevű hajó. Két nap leforgása alatt 10 alkalommal találtak illegális bevándorlókat csónakokban hánykolódva.
A legénység 466 embert emelt az NGO hajó fedélzetére. Az Európába tartó muzulmán vallású migránsok a hajón együtt imádkoznak. Egyikük azt mesélte, Bangladesből indult el, Dubajon keresztül először Tunéziába, majd Líbiába ment. Ott szállt be az embercsempészek csónakjába. Olaszországba akarok menni, és üzletember leszek, méghozzá sikeres üzletember, mondja. Az Ocean Viking egyelőre arra vár, hogy megkapja kikötési engedélyt az olasz hatóságoktól. Az elmúlt napokban bőven akadt munkája az olasz parti őrségnek is. Naponta több száz migráns szállítottak az olasz felségvizekről a lampedúzai befogadóközpontba. Az intézmény túlterhelt, a hatóságok már nem tudják hova elhelyezni a rengeteg érkezőt. Közben Lampedusára látogatott Matteo Salvini, korábbi olasz belügyminiszter, a Liga vezetője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azért ment oda, hogy az embereknek megmutassa azt a szégyent, ami ott uralkodik. Azt ígérte, a szeptember 25-i parlamenti választásokon a Liga visszatér és megvédi Olaszország határait. Matteo Salvini emlékeztetett arra, hogy a közvéleménykutatások szerint Olaszországban a jobb oldal elsöprő győzelme várható. Előrejelzések szerint az olasz testvérek és a Liga akár együtt is megszerezhetik a parlamenti kétharmadot. A miniszterelnöki tisztségre esélyes Giorgia Meloni, az olasz testvérek párt elnöke Perugiában mondott kampánybeszédében kijelentette, készen áll a kormányzásra. A politikus választási kampányának központi témája a migráció visszaszorítása. Az olasz testvérek vezetője hajóblokád felállítását szorgalmazta az észak-afrikai és az olaszországi partok között, hogy megfékezzék a migrációs áradatot az országba. Giorgia Meloni szerint Afrikában kell regisztrációs központokat felállítani, ahol ellenőrizhető, kinek van joga menekültként tovább menni, és ki számít illegális bevándorlónak. Utóbbiakat vissza kell küldeni, ahonnan érkeztek, fogalmazott az olasz testvérek elnöke. Az olasz belügyminisztérium adatai szerint 2022 eleje óta 57 ezer migráns érkezett tengeri úton Olaszországba. 2021 azonos időszakában ez a szám 30 ezer volt. Szigorodik a fegyvertartás New York államban. Mostantól nem lehet majd fegyvert vinni például szórakozó helyekre, könyvtárakba vagy iskolákba, sőt New York leghíresebb köztere, a Times Square is fegyvermentes övezetté alakul. Eddig ez nem volt így. A statisztikák szerint az Egyesült Államokban évente 40 ezer civil esik lőfegyverek áldozatául. Új szabályokra figyelmeztető jelzőtáblákat helyeznek ki a New Yorki rendőrség munkatársai a Times Square-en. A táblákon a fegyvermentes övezet felirat olvasható. A szeptember 1-től életbe lépő új jogszabály szigorítja a fegyverviselési engedély megszerzésének feltételeit és fegyvermentes zónákat hoz létre New York állam területén. Egyelőre csak a Times Square-en nem lehet fegyvert viselni, de a korlátozás további közterekre és számos közintézményre is kiterjesztik. Ezek után már nem lehet fegyvert vinni a könyvtárakba, kórházakba, bárokba, színházakba és az iskolákba sem. Eddig ezt nem tiltotta a törvény. A döntés válaszlépésként is értelmezhető, mivel a legfelsőbb bíróság júniusban alkotmányos jognak minősítette a fegyverviselés szabadságát. New York államvezetői szerint a szigorítási kérelmüket gyakorlatilag lesöpörték az asztalról, mivel a fegyverek rejtett viselésének engedélyezése nem megoldás az országot sújtó tömeges fegyveres erőszak problémájára. Az új határozattal kapcsolatban az állam kormányzója úgy fogalmazott, a törvényhozása nem hagyhatja figyelmen kívül a tényeket. A legfelsőbb bíróság határozatai sem írhatják felül a valóságot. A valóság pedig az, hogy a nemzetünk egy fegyveres erőszak okozta krízishelyzet közepén áll. Muszáj beszéljünk erről, mert a helyzet már eddig is túl sok amerikai életébe került. Nyilatkozta a kormányzó. Az új szabályok szerint minden fegyverviselési kérelmet benyújtónak szigorított háttérvizsgálaton kell átesnie. El kell végezni egy pszichológiai tesztet, de ellenőrizhetik a családi hátterét és még a közösségi médiában megosztott posztjait is. Az engedély kiadását a jövőben egy 16 órás elméleti és egy 2 órás lőpályán folytatott gyakorlati oktatás teljesítéséhez kötik. Vasárnaptól pedig 21 évre emelik a korábban 18 éves korhatárt. Az Egyesült Államokban követik el a legtöbb fegyveres erőszakot a világon. Az országban idén már az 500-at is meghaladja az utcai lövöldözések száma. Évente legalább 40 ezer civil amerikai veszít életét fegyverek által.
Soros György is állhat Márki-Zay Péter Amerikából érkezett kampány támogatása mögött. Erről írt friss cikkében a Magyar Nemzet. Az írásban többek között felidézik, hogy a baloldal bukott miniszterelnök jelöltje a támogatói között megemlítette azt a Kati Marton újságírót, aki a lap szerint közeli kapcsolatban áll Soros György fiával. Az M1-nek nyilatkozó elemző azt mondta, a külföldi finanszírozók célja, hogy a hazai baloldal az ő politikai és gazdasági elvárásaikat teljesítse. 2 milliárd fölött van szerintem, amit elköltöttünk. Márki-Zay Péter kampányára kapott csaknem 2,5 milliárd forint kapcsán. Sokszor nem tudni, hogy pontosan kiktől érkeztek a támogatások. Írta meg a kontra.hu a Mindenki Magyarországa mozgalom nyilvánosságra hozott elszámolása alapján. A kimutatásból azonban kiolvasható 8 darab, összesen 1 milliárd 860 millió forintnak megfelelő amerikai dolláros makroadomány. Ezekből a legnagyobb tételek a 300 milliót bőven, illetve a 500 millió forintot is majdnem meghaladják, áll a kontra.hu cikkében. Több 100 millió forint érkezett. Márki-Zay Péter szerdán az ATV-ben azt mondta, az amerikai Action for Democracy alapítványtól kaptak több 100 millió forint támogatást. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje az adományozókról azt mondta, hogy vannak köztük magyar és külföldi állampolgárok is. Kati Marton magyar állampolgár, amerikai magyar, de olyan neves személyiségek is csatlakoztak az Action for Democracy, mint Francis Fukuyama például, vagy Wesley Clark. Márki-Zay Péter azonban cáfolta, hogy Soros György a támogatói közt lenne. Nem hiszem, hogy Soros György konkrétan adományozott volna pénzt nekünk. Idézte vissza a Mindenki Magyarországa mozgalom elnökének szavait a Magyar Nemzet cikk sorozatának első részében, amely a külföldről érkezett kampánypénzekről szól. Az írásban az áll, hogy Márki-Zay Péter mégis fontosnak érezte, hogy Kati Marton újságírót és barátait, illetve az irántuk érzett végtelen háláját megemlítse. Márpedig Soros György és fia, valamint Kati Marton vállaltan szoros kapcsolatot ápolnak, írja a szerző. A lap felidézi Márki-Zay Péter előválasztási kampányát is, amelyben 400 óriás plakáton hirdette, hogy Soros György nem telepített be migránsokat Magyarországra. A cikkben az Amerikából érkező milliárdok kapcsán arra is kitérnek, hogy vajon miért láttak az USA-ban több fantáziát Márki-Zay Péterben, mint Karácsony Gergelyben. A vásárhelyi polgármester nem csak azért tűnhetett a tengeren túlról nézve jó cserének, mert Karácsonnyal ellentétben folyékonyan beszél angolul, olvasható a Magyar Nemzetben. A szerző rámutatott, radikális kormányellenessége mellett Sorosék szempontjából az is a javára szólhatott, hogy korábban is teljesen elkötelezte magát. Még Orbán Viktor nem tudta bebizonyítani, hogy Soros akár csak egy migránst is hozott volna Magyarországra. A Magyar Nemzet Márki-Zay Péternek még 2018-ban a közösségi oldalán megosztott videóját hozta fel példaként, amelyben a politikus már akkor Soros György mellett állt ki. A baliberális politikusok két szép személyért nem fognak milliárdokat adni. Kizárt, hogy önzetlenül a demokrácia nevében adományoznának Amerikából milliárdokat egy magyar politikai szervezetnek. Erről beszélt Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője az M1-en. Az a céljuk ezeknek a külföldi finanszírozóknak, hogy az ő politikai és gazdasági elvárásaikat teljesítsék ezek a politikusok, ezért támogatták olyan messzélességgel például azokat a szankciókat is, amelyek mostan látjuk, hogy milyen súlyos károkat okoztak Európában. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a külföldi pénzek a baloldalra az olyan civil szervezeteken átérkezhetnek, mint a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa mozgalom, vagy Karácsony Gergely 99 mozgalma, mert jogszabály tiltja, hogy pártok külföldről támogatást fogadjanak el. Elszámoltak-e a baloldali pártok vezetői a választási kampányban külföldről kapott támogatásokkal? Ezt a kérdést tette fel a Fidesz kommunikációs igazgatója egy videóban. Hollik István arra hívta fel a figyelmet, hogy Márki-Zay Péter saját bevallása szerint több 100 millió forintot kapott egy olyan külföldi szervezettől, amely Soros Györgyhöz kötődik. A baloldali pártok vezetői tudtak-e arról, hogy tiltott külföldi támogatásból származik-e az a pénz? Hiszen bizonyára ez a több 100 millió forint, ez eljutott a baloldali pártokhoz is. Úgyhogy ezeknek a forrásoknak elvileg a kampány elszámolásukban benne kéne szerepelni. Ezért várjuk ezekre a kérdésekre a baloldali pártok akkori vezetőinek a válaszát.
Több mint 900 helyen fejlesztették a hazai iskolákat az utóbbi években. Elsősorban energiahatékonysági beruházások valósultak meg, több mint 350 milliárd forintból. Erről számolt be a Belügyminisztérium helyettes államtitkára Zalaegerszegen. Söh Gellért elmondta, a most megújult Eötvös József általános iskolában például csak nem 500 milliárd forintból korszerűsítették az intézményt. Az energiahatékonyság egy olyan fejlesztés, ami bizony a jövőnket meg fogja határozni, jelentősen meghatározza. A háborút megelőzően is ezek a vállalások ezek kellettek és szükségesek voltak. A zalaegerszegi Eötvös József általános iskola fejlesztése, energiahatékonyságra törekvő felújítása is egy olyan bizonyíték, ami mutatja, hogy jó irányba lépett a kormány. 6000 hallgatóval kezdi meg az idei évet a Matthias Corvinus Kollégium. Az MCC képzései és közéleti programjai már több mint 20 helyszínen érhetők el a Kárpát-medencében. Erdei Krisztián kommunikációs igazgató az M1-en elmondta, több korosztálynak biztosítanak tehetséggondozást, programjaikra többszörös volt a túljelentkezés. Egyfajta életpályát is kínálunk a diákoknak azzal, hogy 10 évesen hozzánk kerülnek, elkezdik nálunk a tanulmányaikat, és ez folytatódhat egészen az egyetemig, az egyetem végéig, sőt, azon túlmenően is. Már több mint 66000 jármű kapott új formátumú 4 betűvel és 3 számmal ellátott rendszámot. A kiadott táblák közül csaknem 50 000-et személygépkocsikra szereltek. A már használatban lévő hatósági jelzéseket nem kell lecserélni. Azokkal továbbra is lehet közlekedni, ha valaki viszont szeretne az autójára vagy motorjára új rendszámot, akkor kérelemre is van lehetőség.